mindenkinek vagytok, jó, hogy rátok nézni. Mindenki egy kicsit barnul a mai nap során. És ahogy most rátok nézek Isten gyermekeire, az jut eszembe, hogy milyen szép ez a... Igen. Nem fogom még egyszer elmondani, de lebarnultat, igen. Szóval, hogy milyen gyönyörűek vagytok, úgyhogy nem látok két egyforma arcot, hanem mindenki más, mindenki különböző, és mindenki egyedi. Ez adja többek között ennek a mezei virág csokorra emlékeztető képnek a szépségét. Szagos ügye. Amiről szeretnék ma beszélni veletek, pont annak az érdekessége, hogy Isten mennyire azt akarja, hogy ne legyünk egyformák. Nagyon érdekes, hogy milyen egyszerű lett volna, hogyha a genetika csodáját azt valamilyen klónozásban oldotta volna meg, és akkor minden gyermek a szüleinek a prés nyomata lenne. De ő beleépített a genetikába egy ilyen dobókockát, egy ilyen véletlen generátor, direkt keveri a szüleink génjeit, és pontosan azt akarja, hogy ne legyünk ugyanolyanok, mint a szüleink, ne legyünk egyformák. Hogyha a világban körülnézünk, valójában a diverzitást, a sokféleség szépségét látjuk az emberi fajban is. Isten direkt akarja, hogy legyenek hórihorgasok, meg ilyen köpcös, micimackós alkatúak, legyenek barnák, őkék, ilyen arcok, olyan arcok. Szóval ő teremtette meg a világot és a gyermekeit, hogy különbözőek legyünk. És mindegyikünkbe Ádámtól kezdve belelehelte azt a bizonyos lelket, az életnek lehelletét. Egy valami misztikus kis darabot önmagából, azt a lelket, ami az a szikra, ami ott van valamennyiünkben azóta is, hiszen ezt a kis szikrát, ezt tovább tudjuk adni gyerekeinknek is. És amivel én szeretném ma kezdeni, az a Máté 25. részben olvasható talentumok példázatáról. Egy kicsit beszélgetni. A Máté 25.14-től 30-ig. Van, aki nem ismeri ezt a példázatot? Nagyon röviden, nem akarom az egészet felolvasni, talán csak a végét. A példázatban talentumokról, ilyen ezüst értékekről van szó, és arról szól, hogy az idegenben készülő tulajdonos hívatta a szolgáit, és adott az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe, ahogy az írás mondja. És amikor visszajött, ja igen, a szolgáik közül, aki 1-et kapott, 1 talentumnyi ezüstöt, az elásta, aki 2-t, meg 5-öt, azok meg jól forgatták ezt. És amikor visszajött az úruk, akkor számon kérte őket, és megdicsérte azt, aki jól forgatta a 2 talentumot, megdicsérte azt, aki jól forgatta az 5-öt, és hát bizony komolyan korholta azt, aki az 1 talentumnyi ezüstöt kapta, és csak elásta. És az az ember, aki az 1 talentumot kapta, védekezett, és azt mondta, hogy félelmemben elmentja, azt mondta, Uram, tudom, hogy te könyörtelen ember vagy, aki ott kisaradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szóltál. Félelmemben, és így kiállítsd, félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tiéd. Az Ura így válaszolt neki, te gonosz és rosszolga, tudtad, hogy számunk érte ezt, és azt mondta végül, hogy ezt a haszontalan szolgát vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz nagy sírás és fogcsikorgatás.
drámai véget ért a történet, és én ennek a sáfárságnak több vetületét szeretném röviden áttekinteni veletek egy különleges vonatkozásban. Általában itt a sáfárságot az anyagi javakkal kapcsolatban említjük meg, de én most azt szeretném kiemelni, hogy mik azok a talentumok, mik azok az értékek, amiket mi kaptunk. Belenéztem, hogy az egy talentum, azaz ezüst fém méretnél ilyen 45 kg-ot is jelenthetett, több nemzetségnél más, nemzetnél más-más jelentett. Megnéztem a Nemzeti Bank ezüst árfolyamát, és kiszámoltam nektek, hogy ezt már nektek ne kelljen, hogy az egy talentumos szolgára 4,6 millió forintnyit bíztak, az öt talentumosra kb. 23 millió forintot legalsó hangon. Nagyon érdekes, hogy pont a magyar nyelvben ez a talentum, ami egy súlymérték, ez lett a tehetség szinonimája. Feltetted már magadnak a húsba vágó kérdést, hogy nekem milyen kincseim, talentumaim vannak? Mi van a kezedben? Mi van, amit kaptál? Miben vagy te különleges? Meg te. Tehetségeink alatt értjük, hogy zenei érzékünk van például, vagy valakinek máshoz van tehetsége, de sokkal többet értünk talentumaink alatt. Mindenkinek van valamilyen. Van akinek tehetsége, van akinek háttere, ahova született, tudása, kapcsolatrendszerünk, a család is egy talentum, amit kaptunk, a lehetőségek, a kreativitásunk, a jólétünk, a szabadságunk, és sorolhatnám, hogy mennyi kincsen rendelkezünk, amiről néha el is feledkezünk. Olyan a jólétünk, egy kicsit, mint a levegő. Észesen vesszük. Ma azt látom, hogy nagyon sok keresztény mondja, nem a felfoglalkodottság, hanem a csüggedés, az értéktelenség érzése. És az életünk irányai, céljai felől való bizonytalanság. Gondoljatok bele az özvegy asszony két fillérjébe. Milyen kis értéktelen, kevés volt az az ő talentuma. Jézus mégis példaként emelte ki, hogy ő viszont behozta, odahozta. És odaadta Istennek mindenét. Szerintem az életünk értelme az lenne, hogy megtaláljuk és azonosítsuk a talentumainkat. Hogy legyen 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, bármikor csak jöjjön el ez a pillanat, amikor felleltározok a talentumainkat. Amikor szembenézünk azon, hogy mi mindent kaptunk Istentől, és hogy vajon annak milyen jó sáfárai vagyunk. Ha majd eljön és számon kér bennünket, akkor mennyire fog megdicsérni bennünket. Szerintem az életünk értelme az, hogy megtaláljuk ezt az én leltárunkat, fel tudjuk leltárni, megtaláljuk, beazonosítsuk a kincseinket, és egy keretbe öltsük, és megmutassuk a világnak, és valamit ezáltal visszaadjunk Istennek, az ő legdrágábbjának, a nyájnak, az egyháznak, szolgálataink formájában például, és hogy valamennyien megtaláljuk, hogy mitől nagyon különlegesek. Egyediek, egyszerűek és megismételhetetlenek az univerzumban. És hogy ezzel a bennünk található isteni szikrával és ezekkel a talentumokkal hogyan tudunk mi hozzájárulni ahhoz, hogy a világ legalább, ahogy mondani szokták, körülöttünk egy 3 méteres sugarú körben egy kicsit jobb legyen. Gondolsz így néha magadra? Szoktál ilyen leltárt, hogy mi mindent kaptál
Istentől. És szoktál azon töprengeni, hogy mitől lesz a világ körülöttem egy jobb hely? Azt hiszem, hogy keresztényi életünknek ez az egyik legfontosabb kérdése. És a megtalált válasz jelenti azt, hogy céllal éljük le az életünket. Egy áldott gyümölcsöző életpályára juthatunk el. Manapság tényleg annyi teendők van, hogy úgy hívják ezt, hogy a kanadai favágó dilemma, ami azt jelenti, hogy a kanadai favágó nagyon-nagyon dolgozik, szakad róla a víz, és nem halad. És megkérdezik tőle, hogy miért nem haladsz? Hát életlen a fejszén. Hát miért nem élezed meg? Mert annyira dolgozok, hogy nincs időm megélezni a fejszén. Ezt azért mondom, mert tényleg le lehet élni így egy életet, hogy ezen nem töprengünk, hogy nem élezzük a fejszénket. Nem teszük fel ezt a kérdést. Így működik az életünk, hogy belenézzük a tükörbe, és azt látjuk, hogy mik a tökéletlenségeink, és mik a hiányosságaink. Én mindig is szerettem volna egy 195 centi magas, ilyen versenytáncos lenni. Engem még a lovaglástól is eltanácsoltak, mert annyira rossz a ritmus érzékem, hogy szegény ló alattam ilyen szervizbe kellett vinni, valahogy egész más ritmusban pattogtunk, és egy idő után kiderült, hogy nem a ló hibája. És azt mondták, hogy nagyon sajnálják, és visszaadják a pénzemet az ember. De egy ilyen jó csörön nem tudtam tenni ilyen spárgát, mert ennyire rossz a ritmus érzékem, hogy nem tudtam azt az ütemet felvenni, ami a lovagláshoz kell. Hát most képzelhetitek, hogy 195 centis versenytáncos hogy lett így belőlem. Ez csak azt, arra akarom mondani, hogy mégis tud Isten használni. De ha egész életemet úgy élem le, hogy versenytáncos akarok lenni, akkor az a hal leszek, aki a majommal akar versenyezni fáramászásban. Tehát nem fogom megtalálni azt a helyemet, és tudjátok, hogy nem fogom megtalálni? Azt a sínt Isten tervében, ami az én sínt, az én életutam. Azt mondják, hogy egy vasúti kocsi, oké, üres ilyen tehervagont képzeljetek el, amikor sínen van, csak megmozdítani nehéz, de amikor azt a gördülési ellenáll sikerült legyőzni, akkor 10 ember eltolja. Vagy 5. Nem tudom pontosan. De néhány ember el tudja tolni azt a vasúti kocsit. Üresen megszer, de mindegy is. Mert sínen van, mert gördül. Na most ugyanezt próbáljátok meg homokban. És néha tényleg így telnek el értékes életek, hogy nem találjuk meg azt a sínt, ahol Isten bennünket látni akar. Nem találjuk meg. És ott vannak a zsákunkban a talentumok. És tudjátok néha mit mondom, hogy nehéz a zsákon. Mi van benne? 45 kiló ezüst. És ez tényleg nehéz. De ha arra úgy nézek, hogy egy teher, vagy nem látom meg abban a kincset, az értéke. Szóval, ha még sosem tetted, akkor tedd meg most, kérlek, és holnap is fogunk erről beszélgetni egy kicsit, hogy töprengjünk el azon. És most meg is hívlak benneteket, hogy hajtsuk le a fejünket. És mondok néhány szót Istenhez a mi nevünkben, és töprengjetek el ezen. Istenem, segíts nekünk most megmutatni, hogy ki vagyok én Isten gyermekeként, hogy mit kaptam tőled, milyen talentumaim, értékeim, ajándékaim van. Segíts megmutatni, meglátni, hogy mihez értek, hogy mit tudok jól csinálni. Segíts, hogy újból és újból eszembe jusson, hogy
ajándékokkal indítottál el az életben. Krisztus, segíts nekünk választ kapni arra a kérdésre, hogyha most itt ülnél mellettünk, milyen dicsérő szavakat mondanál el rólunk, értékeinkről? Mutasd neki, kérünk, ajándékainkat, és taníts még jobban sáfárkodni életünk kincseivel, a mi boldogságunkra és a te dicsőségedre. Ámen. Gondolkodtál már azon, hogy, és ez volt ma az egyik kérdés, hogy mi az a munka, amit ingyen is csinálnál? Lehet, hogy az a talentumod. Lehet, hogy az a kincsed. Az az ajándékod. Az a fontos, hogy találd meg azt. Lehet, hogy nem az lesz a munkád. Ez nagyon kevesünknek adatik meg. De lehet az egy hobbi, lehet egy szolgálat, ahol százak áldásával válhatsz. Isten dicsőségre. Nick Vujicic példáját szeretném meg említeni nektek. Ismeritek őt, ezt a kéz és láb nélküli csodálatos kisembert, akit kitesznek ilyen 3000 ember elé egy asztalra, szegényként meg egyetlen kis ujjacskája van a csonk lába helyén, és azzal megtanult számítógépezni, megtanult ellátni magát. Hihetetlen. És tudjátok, honnan indult ő? Azt hiszem, 10 éves korában bele akarta folytani magát a fürdőkádba, mert annyira értéktelennek érezte az életét. És aztán megtért, és olvasott egy ígéretet, hogy Isten mindenkin keresztül meg tudja magát mutatni. És János Evangélium 9. fejezetét olvasta a Szentírán, és mond, és ott arról van szó konkrétan, hogy a tanítványok találkoznak egy születése óta vak emberrel, és elkezdenek vitatkozni ilyen tudományoskodó, teologizáló módon, hogy vajon ez az ember miért vak? A szülei bűne miatt, a saját bűne miatt. És Jézus félredobja ezt, és azt mondja, azért, hogy nyilvánvalóvá váljanak rajta keresztül Isten tettei. És az annyira megérintette Nicket, hogy azt mondta, hogy én, ez a kis béna torzó, úgy akarom leélni az életemet, hogy rajtom keresztül is nyilvánvalóvá váljanak Isten tettei. És azóta százak, ezrek, több ezer ember előtt tett bizonyságot. És olyan ereje van, hogy stadionokat tölt meg hitetlenekkel kívül, akik el akarnak menni megnézni, hogy mi az az erő, ami ezt a kis torzót élteti és működteti. És életének célja és értelme mindössze az lett, hogy meséljen embertársainak Isten szeretetéről, és megerősítse őket abban, hogy tessék megvalósítani az álmaitokat. Ha valakinek a szájából, akkor az ő szájából lesz hiteles, nem? És ma már nős, két gyönyörű gyermeke van, hogy... Én nem tudom, én már kettőnél ragadtam, de igen, de hát ilyenek ezek a gyerekek, hogy jönnek. És ami nekem még megragadott az élettörténetemben, hogy elmondása szerint egy darabig azért imádkozott, hogy nőjön ki a keze és a lába. És egy idő után megértette, hogy ez nem fog megtörténni. És most megint egy ilyen kis önvizsgálatra hívlak benneteket, hogy hányszor imádkozunk ilyen dolgokért, hogy nőjön ki ez, nőjön ki, változzon meg, legyen az, forduljon. És eljutott arra pont, hogy felismerte, hogy nem ezért kell imádkozni, és egy egészen új döntést hozott. Újra keretezte az életét, és azt mondta, hogy öngyilkosság helyett egy más szemléletét vállal.
választom az életemnek. Nem azt nézem, hogy mi nincs, nem azért imádkozom, hogy végre legyen, hanem azért imádkozom, hogy ami van, kicsi talentumom, az hogyan válik az Isten dicsőségévé, hogyan válik mások áldásává, bátorításává, és hogyan lesz a világ egy kicsit szebb abban a 3 méteres, nála szerintem 300 méteres körben, ott a stadionban, ahol ő megjelent. Mi változott meg Nikkel? Az adottságai? A megjelenése? Hangsúlyozom, nem nőtt ki a kezelába, semmi nem változott rajta. Egyetlen egy dolog változott, a szemlélete. Ahogy szemlélte életét. De az gyökeresen megváltozott. A 180 fokos fordulat volt. Ugyanazt kezdte el egészen másként látni önmagán, az életén, a lehetőségében, a talentumaiban. Mi lett volna szerinted Nikből, ha folyton csak másokhoz hasonlítja magát? Ha ilyen hülyeséget gondol, hogy versenytáncos akar lenni, mert vannak ilyen idióták. Mint én vagyok, igen, vagy voltam. Szóval, ha élete végéig másokhoz hasonlította volna magát, vagy mások sikerének tükrén keresztül nézett volna önmagára, akkor vagy öngyilkos lett volna, vagy most valamilyen fogyatékos otthonban tengetni minden napja. Azért szeretném ezzel az erős példával felemelni elétek ezt a gondolkodásmód változást, mert biztos, hogy valamennyiünk életében szükség van időnként újra leeltározni az életet. Legyen ez a hétvége egy kicsit alkalom is arra, hogy más szemmel nézzünk a tükörbe. Más szemmel kezdjünk nézni magunkra. Az előnytelenségeink helyett, a hiányosságaink helyett kezdjünk el azon gondolkodni, amink van. Hogy azokkal a kincsekkel hogyan tudunk jobban sáfárkodni. Lehet, hogy nem többet kell kérnünk, hiszen itt a szolgák sem kértek és nem is kaptak többet. A példázatban, a talentumokról szól példázatban, hanem azzal kellett jobban gazdálkodniuk, amelyik volt. Lehet, hogy át kell keretezni a gondolkodásunkat. Aki már kicsit is foglalkozott fényképezéssel, az tudja, hogy milyen érdekes jeleneteket vagy részleteket lehet kiemelni egy kevésbé érdekes képből, hogy kivágunk abból egy kis részletet. Lehet, hogy ott egy nagy mező közepén áll egy ember, de azt a kis embert kivágjuk, akkor hirtelen egy egész másik kép bontakozik ki belőle. Vagy ha egy képből kiemelünk egy érdekes részletet, és átkeretezzük, és kitesszük a falra, akkor újjá születik ugyanaz a kép. Szükségünk lenne arra, hogy másokat is nagyobb kegyelemmel tekintsünk, és Isten még egy gyermekére, önmagunkra is sokkal nagyobb kegyelemmel tekintsünk. Másként átkeretezhetjük saját életünket is. Elmondom, mire gondolok. Van egy barátom, akinél a világon legjobban tudom érezni magamat, amikor grillezünk a kis egyszerű kerti sütőjében. Ő a világ legjobb házigazdája szerintem. Senkinél nem érzem magamat olyan békében, mint az ő kis hátsó kertjében. És amikor ezt egyszer elmondtam neki, hogy ő nála lehet a legjobbat lazítani, porozni, beszélgetni, zenét hallgatni, akkor azt mondja, hogy érdekes, én mindig úgy tekintettem magamra, mint egy lustára. És volt is elmondta, hogy a környezetében az anyukája mondta is ezt neki, hogy te lusta vagy, nem fogod az életben semmire vinni.
de pont ez a nyugalma, ez a békessége, ami az egyik szemben lusta, a másik szemben ő a legjobb házigazda, akivel valaha találkoztam. De elmész hozzá, és nála van a világon a legjobb béke, a legkedvesebb apró figyelmessége sora és a legjobb kiszolgálás. Mi lenne, ha holnaptól egy kicsit másként látnánk egymás gyengeségeit és a saját gyengeségeinket? Ha nem tükör által homályosan néznénk magunkra, hanem megpróbálnánk úgy tekinteni önmagunkra, ahogy Isten néz ránk. Én hiszem, hogy Isten sokkal érdekesebbnek, szebbnek, perspektívikusabbaknak lát bennünket és az életünket, mint ahogy mi látjuk magunkat, vagy a sorsunkat. Lehet, hogy meg kell tanulnunk másképp nézni egymásra és önmagunkra. Mire gondolok? Vannak olyan gyengeségek, amik átkeretezve akár erősségek is válhatnak. Például. Valakire azt mondjuk, hát ő olyan lassú. Tehát egy másik megközelítésben megfontolt, józan, fókuszált. Néha úgy látunk embereket, hogy olyan fölényes. Aztán kiderül, hogy nem fölényes, magabiztos. És ez nagyon fontos egy ismerkedésnél is, hogy olyan könnyen beteszünk valakit egy negatív dobozba az első benyomás után. Mintha nekünk lenne egy ilyen tökéletes lélek, szkennerünk, ránézek Lacira, szevasz, tavasz, két mondatot látunk, és ő, mint egy röntgenképpen kicsontoztam, és tökéletesen látom, hogy milyen a lelke, a szíve. Hülyeség. Még a legjobb emberismeretünk is állandóan becsaphat bennünket. Lehet, hogy valakiről azt érzek, hogy olyan zizegő, tolakodó. Ez az első benyomásunk. Keretezzük át. Hiszen ő csak lelkes, agilis. Valaki talán aggodalmaskodónak tűnik nekünk. Más megfogalmazásban ő egy óvatos, körültekintő. Lehet, hogy segít majd nekünk komoly gondokat elkerülni. Vagy az az ismerősünk, aki olyan kaotikus. Az lehet, hogy Isten szemében egy kreatív, sokoldalú, aki minden percben egy új értékét csillantja meg. Ha valaki zárkózott, na ez a kedvencem, jön egy új kollega, zárkózott. Mi az első gondolatunk? Ez biztos ilyen fennhordja az órát típus. Pedig csak egyszerűen egy diszkrét, tapintatos, kicsit nehezebben nyílt idő kell neki. Borzasztó fontos ez egy ismerkedésnél. A zárkózott az lehet, hogy egyszerűen csak diszkrét és tapintatos. Aki közömbös, az más szempontból megengedő, elfogadó. Nem akar mindig a saját formájára formál engem. Aki első pillanatra bizalmatlan, kritikus, az lehet, hogy csak egy alapos, belekérdező típus pontosabban akar megismerni bennünket. Akit olyan könnyen beteszünk, hogy hát ez egy ilyen zsugori, mert már volt egyetlen közös alkalom, amikor elmentünk valahova, az kiderül, hogy egy spórolós, beosztó társ lehet. Olyan könnyen szaladunk bele ezekbe a félreértésekbe. A költekezőről kiderülhet, hogy nagyvonalú, és azt hiszem, hogy reggelig sorolhatnám ezeket a példákat, amelyek arra bátorítanak bennünket, hogy lássuk egymás értékeit más kameraállásból, más nézőpontból. Tekintsünk egymásra és önmagunkra sokkal inkább úgy, ahogy Isten lát, láthat bennünket, vagy láthat. Látjuk egymást. És nagyon fontos dolgot szeretnék kiemelni, amit már említettem az erőforrásaink, a talentumaink körében, az a kapcsolataink. A család, a barátaink, a gyülekezet, a közösség. Hát ők vannak a legnagyobb ítélet alatt. Ugye ott vagyunk a legmaximalistában. Kitől kapjuk a legtöbb fájdalmat? Hát a családtól.
az anyámtól, az apámtól, a legnagyobb csalódások fájdalmunk, de elfelejtjük, hogy a legtöbbet is onnan kaptuk, az életünket. Egyébként borzasztó idegesítőek tudnak lenni, de ha elemelem a telefont, lehet rájuk számítani. Tehát néha sokkal inkább értékként kellene tekinteni kapcsolatainkra, mint ahogy ezt tesszük. Én nem hiszem el, hogy Jézus, amikor fölment a mennybe, és találkozott az Atyával, akkor azzal kezdte, hogy hát a 12-ből egy elárult, mondjuk ez 8,3%. Aztán még ott volt az állítólagos legjobb barátom, az a Péter, na az mondjuk háromszor árult el. Szóval én nem is tudom, hogy ezzel az egész bagázssal, ekkora hibaszázalékkal érdemese bármit is kezdeni. Nem hiszem. Hanem úgy ment fel, hogy megváltotta, életét adta ezekért az árulékért, ezekért az állandó csalódás forrásokért. De ha már Péter példáját kezdtem el említeni, hát Péter lehetne annak az archetípusa vagy ős példája, hogy ki az a szolgáló, akit minden gyülekezetből kicsuknának, kiutálnának. Tehát Péter volt az, akinek sose semmi se volt jó, mint Jézus tett. Az én lábamat nem mosod meg. Akkor most meg az egész testemet. Tehát ilyen végletes ember volt. Ha nincs mellette Jézus, akkor talán annyi maradt volna meg, hogy az az ember, aki levágta egy szerencsétlen ártatlan szolgafülét. Szóval egy ilyen indulatkezelési problémákkal küzdő testvérünk volt, ahogy ma mondanánk. Egy ilyen hebehordja állandó. Én aztán nem árulok el, ide a rozsdás bökő. Aztán nem egyszer, nem kétszer árult el Jézus. De ez a lúzer, vagy egyébként a másik 12 is, vagy most 11, tehát, hogy ezek Jézus keze alatt mik lettek? Kősziklák, akikre rábízom a mennyország kulcsát. Tehát Jézus nem azt nézte, hogy most milyen hebehúrják, hanem mivé fognak válni. És ha ezt látnánk meg egymásban és önmagunkban is, azt az ígéretes jövőt, a vitatható jelen helyett, akkor valami új dimenzióban látnánk életünket. Nagyon különleges talentumaink közé tartoznak a múltbeli kalandjaink futunk Istennel. Emlékeztek a zsidók, amikor átmentek a Jordánon menekülve, még menekülés közben is azt a parancsot kapták, hogy na, itt csináljatok egy emlékkövet a folyó medvében. Utána valahova megérkeztek, megszabadultak, na most itt emeljetek egy emlékoltár. Tehát ilyen emlékköveket kellett elhelyezniük, emlékoltárokat. Azért, hogy azra mindig emlékezzenek vissza. És az ünnepek is, Páska, az elkerülés, hogy ne felejtsük el, hogy akkor Isten mit tett velünk. Ugyanis nagyon könnyen elfelejtjük, hogy hányszor hozott ki minket a személyes tüzes kemencénkből, hányszor hozott ki minket az egyiptomi rabságaink poklából, hányszor menekített meg. Elfelejtjük, hogy az az Isten, aki százszor megmentett, most figyeljetek, 101-szerre is megfog. De elfelejtjük azt a százat. És amikor jön a 101. helyzet, akkor ugyanúgy izgulunk, mint az előző száznál. Éretlenség. Eszünkbe kellene, hogy jussanak azok az emlékköveink, azok a múltbeli megtapasztalásaink Istennek. És azt kéne mondanunk, hogy az az Isten, aki százszor kihúzott, most is 101-szerre is ki fog húzni ebből a helyzetből. Nem tudom, hogy fogja csinálni, nem tudom, miben fog megáldani, de bízom abban, hogy aki százszor megmentett, 101-szerre is helyrehozza az életemet. Hogyha felismernénk ezeket a kincseket a múltunkból, ami Istennel együtt járva keretkezett, másképp élhetnénk,
a jelenünket. Mi sikerült az Istennel a múltban, amiben jó voltam? Mi az, amire most akkor ráfeküdhetnék, hiszen ha akkor jó volt, akkor most is tudok arra egy szolgálatot nyitni, valakinek elkezdeni segíteni. Mit próbáltam eddig ki? Mi az, ami működött? Mindig azt látjuk, hogy mi nem működik. Mi az, amihez nem értünk? Mi az, amiben butáknak érezhetjük magunkat, mintha direkt keresnénk a nemeket, az igenek helyett. De ha már őszintén nézünk szembe azzal is, hogy igen, valamiben gyengék vagyunk. Én olyan öreg vagyok, hogy éltem még a szocializmusban is, és tudjátok, hogy hívták az óriási lemaradásainkat? Elvtársak, ezen a területen még óriási tartalékaink van. Ugyanaz, csak másként szemlélve. Lehet nézni azt, hogy azon a területen borzasztó buta vagyok, értéktelen lúzer vagyok, és még ilyen egyéb kalapácsokkal ütni a fejemet, vagy azt, hogy ez az új kihívás, ebben akarok növekedni. Istennel minden lehetséges. Igen, mindannyiunk személyiségében vannak fájdalmas hiányosságok. De hát én a lelkészek kedvenc mondása, a jó pap is voltig tanult, én utolsó leheleten még tanulni, növekedni, fejlődni akarok. Istennek egyre értékesebb, egyre több örömet adó gyermekévé akarok válni. Ha azt látom, hogy mi mindenhez nem értek még, akkor abba hagyom az egészet. Ha azt látom, hogy Istennel mi mindent tanulhatok, fejlődhetek, növekedhetek még, akkor Isten szemében és az emberek szemében is egyre értékesebb lehetek, egyre nagyobb esélyem lesz arra, hogy valakinek a szemében megcsillanok. Mert egyre különlegesebb, egyre izgalmasabb, egyre értékesebb lesz a személyiségem. De ehhez meg kell találni a növekedésünknek ezeket a pontjait. Ehhez fel kell eltározni azt, hogy mik a talentumaim, mik az erősségeim. Ez egyébként ma reggel már elhangzott, hogy arra fókuszálunk, hogy mik a gyengeségeink, akkor az egész életünket a gyengeségeinkkel körülvéve veszünk. Körbe. Egész életünket úgy éljük le, hogy azok vesznek körbe a gyengeségeink. Ha arra fókuszunk, hogy mik az erősségeink, akkor azok növekedési utak. Akkor arra kell rájönnöm, és azt a talentumot kell megszaporítanom. Isten nem azt akarja, hogy eltemessük a földbe önmagunkat, talentumunkat, reményeinket, életünket. Ő azt akarja, hogy ezeket a kincseket, függetlenül attól, hogy csak 4,6 milliót adott, vagy a másiknak 23 milliót adott, nem a mennyisége az érték, vagy a lényeg, hanem a minősége, illetve az arányok, ahogy ezzel bánunk, ahogy ezt megszaporítjuk. Tedd fel magadnak a kérdést. Mi az, amit talán elő kell ásnod? Mi az, amit egy kicsit? Vagy csak úgy hagytam, hogy az élek pora belepje. Aki takarított már, azt tudja, hogy a por az milyen észrevétlen, vékony rétegekben jön, és egy idő után méteres lenne, ha nem takarítanánk, képes maga alá temetni, elrejteni értékes dolgokat. Nagyon fontos, hogy poroljuk le a talentumainkat időnként. Csillogtassuk meg. Kezdjünk el dolgozni rajtunk. Kezdjünk el dolgozni önmagunkon. Leltározzuk fel, mi az, amit kaptunk Istentől, mik a mi személyes ajándékaink.
vegyük mellé, hogy mi az, amit már a múltban megpróbáltunk és sikerült, és kezdjünk bele újra abba, hogy használjuk ezeket a talentumokat. Nagyon érdekes, hogy a keresztény életünk, a növekedés, a tanítványozódás, az általában valami olyasmi dimenzióba szoktuk elképzelni, hogy egyre többet tudunk az igéből, és az igaz. Egyre jobban megismerjük Isten. De az igazi bölcsesség definíciója az a megszerzett ismeretek alkalmazásának művészete. Tehát ahogy azt életté formáljuk, ahogy abban az életünk kiterjed, és én is atya vagyok, apa vagyok, van gyermekem. 18 éves elmúlt a fiam. És gyönyörködöm abban, ahogy bontja ki a talentumait. Hiszem, hogy a mennyei atyánk ugyanígy gyönyörködik abban. Bosszant a lustasága, amikor látom, hogy egy-egy képességét nem megfelelően használja. És ha most 18 évesen úgy bánna a képességeivel, mint 5 éves korában, akkor dühös lennék, mint atya. Hogy nem szabadna, hogy ott tartson. Hiszen ő már nem 5 éves, hanem 18 éves. Értitek az analógiát? Mennyi atyánk is azt akarja, hogy önti belénk az áldásokat évek óta. Hány biblia órát kaptunk tőle? Hány üzenetet? Hány lelki fröccsöt a Szentlélektől? Most tényleg használjuk ezt a sok-sok kincset, amivel így eláraszt bennünket. Gondoljunk magunkra úgy, hogy nem úgy akarom látni magamat, ahogy tükör által homályosan most látom magam, hanem úgy akarom már látni magam, ahogy Isten lát a jövőben. És törekedni akarok, hogy olyanná is váljak. Ehhez az kell, hogy ugyanolyan értékesnek lássuk magunkat, ahogy Isten lát bennünket, és ezt a sokszínű, gyönyörű mezei virágcsokrot, amit nekem most kiváltságomban látni rajtatok, és hogy úgy bánjunk talentumainkkal, hogy amikor ő eljön, akkor megdicsérjen bennünket. Te mind nagyon jól bántatok azzal, amit kaptatok tőle. Legyen ez így mindannyiunk életében. Amen.